Elsőrendes tanácsülését tartottam az alig egy hete megalakult új tanácsosi testület, a megszokottakhoz képest egyetértésben is főként eredményesen zajlott a munka. A 19 tagú testület egyetlen tanácsos az MNP Stankó László kivételével jelen volt a szociális lakások kiosztási listájának jegyében összehívott ülésen, ahol végül a délelőtt folyamán összeállított öt szakbizottság megalakulását is elfogadták. Az elkészült 22 szociális lakás kiosztási listája már tavaly decemberben is terítékre került, akkor az mpp s tanácsosok ellenkezése miatt nem sikerült elfogadni azt, emiatt a tavaszra ígért lakásátadások is elmaradtak. Ma azonban a testület 12 igen és 6 tartózkodás mellett rábólintott a névjegyzékre. Bunta Levente polgármester üdvözölte az új helyzetet. Azt mondta, látva a tanács jó szándékát azt reméli, hogy a következő négy évben számos eredményt el fognak együtt érni. Én úgy látom, hogy ez az önkormányzat jobb lábbal kezdi a munkáját, látom a jó szándékot, és remélem, hogy a következőkben hatékony lesz a munka, mint ahogy az udvarhelyek remélték, és ahogy az udvarhelyek a szavazatuk által a választások mentén az opciót egyértelművé tették. Úgy látom, hogy a tanács tanult belőle, és remélem, hogy gördülékeny lesz a munka, mint elmondtam hisz nagyon várták a csereháti szociális lakásoknak a kiosztását is azok, akik rászorulnak erre, de hát amúgy sem volt egy természetes és elfogadható dolog az, hogy december óta ott állnak a lakások, és nem tudtuk az önkormányzati testület egyik vagy másik tagjának a viszonyulása miatt, kiosztani a lakásokat. Hál' Istennek ez ma megtörtént, ez volt az első döntése az új önkormányzatnak, ami a ténylegi munkát jelenti, és remélem, hogy még sok ilyen jó döntés lesz. Az ülésen néhány olyan lakásigénylő is volt, akik ugyan kértek lakást, de valamilyen oknál fogva nem szerepelnek a frissen elfogadott névjegyzéken. Az érintettek a helyzetre a testület magyarázatát kérték. Kiderült, számos igénylő úgy kért lakást, hogy már rendelkezik önkormányzat által kiutalt szociális lakással, ők a törvény szerint azonban, amíg megvan ez a szerződés, nem jogosultak más szociális lakásra. A testület azt ígérte, hogy az ilyen eseteket is figyelembe véve az év végén újraértékeli a leadott kéréseket, hogy a készülő következő három tömbháznyi lakás is a lehető legméltányosabb módon a törvényeknek megfelelően kerülhessen majd kiosztásra. A most elfogadott névjegyzéket pedig napokon belül a nyilvánosság elé tárják, a fellebezési idő lejárta után pedig néhány hét múlva kiosztják, azaz szerződést kötnek a lakókkal.